Kedd van, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, nézzük fontosabb híreinket először röviden. Ma van nagy boldogasszony ünnepe, augusztus 15-e Szűz Mária mennybevételének napja, Szent István ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot a szűzanyának. 498 megmentett élet, eredményes volt a véradó hét Kanizsán. Baleset. Csak órák alatt tudták kiszabadítani a kamionba szorult sofőrt az M7-esen. Most pedig a részletek és további híreink. Nagy boldogasszony ünnepét tartja ma a katolikus egyház, a templomokban mindenütt vasárnapi miserend volt. Augusztus 15-e Jézus Krisztus anyja Szűz Mária mennybevételének a napja. 1950-ben 12. Pius pápa kijelentette, Mária olyan szorosan kötődött fiához, hogy halála után nem csak a lelke, hanem a teste is a mennyországba került. A szeplőtelen szüzet az egész katolikus egyházban nagy tisztelet övezi. Ezen az ünnepen ajánlotta fel egyébként Máriának az országot halálos ágyán Szent István. A legenda, a hagyomány szerint az idős király 1038-ban ezen a napon, augusztus 15-én ajánlotta föl Magyarországot a szűzanyának, hiszen Otto és Henrik, tehát Szent Imre fiatalon elhunyt, nem volt trónörökös, és az idős király Szent István tudta, hogy itt trónviszályok fognak keletkezni. És ezért biztos pontnak a szűzanyát választotta és találta, és mintegy fölajánlotta neki Magyarországot, ő oltalmaz, ő védelmezze, és a koronát, ahogyan nagyon sok ábrázoláson látható, vagy szobron, fölajánlja a szűzanyának, fölemel, és ezzel, mint egy tálcán, vagy díszpárnán Magyarországot ajánlja föl. Ezért nevezzük Magyarországot Mária országának, Regnum Marianumnak, ami egyedülálló. Most már több országot neveznek ki, de mi voltunk az elsők. Sikeres volt a retro véradó hét, de kevés az új véradó. Csak nem 500 életet lehet megmenteni a 166 önkéntes vérével, ennyien jelentek meg ugyanis a Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének hagyományos akcióján a múlt héten. A Vöröskereszt munkatársai szerint leginkább a rendszeres véradókra lehet számítani, az újak száma elenyésző. Ezúton is szeretnénk megköszönni a megjelent véradónak, minden régi, illetve minden új véradónak. Hát a tapasztalataink azok voltak, hogy a délutáni időpontok azok úgy jobban sikerültek, mint a délelőtti időpontok, úgyhogy valószínűleg a következőkben ehhez fogunk kalkulálni. Órákig küzdöttek a beszorult sofőr kiszabadításáért az M7-esen. Súlyos baleset történt tegnap kora délután az autópályán Galambok térségében. Eddig tisztázatlan körülmények között egy magyar rendszámú kamion az árokba borult a stráda Budapest felé vezető oldalán. A jármű letért az útról, majd 80-100 méteren keresztül átszakította és maga alá gyűrte a szalagkorlátot, valamint egy segélyhívó állomást. Ezután a vezetőfülke az árokba borult, a sofőr pedig a kabinba szorult. 3 órás munkával szabadították ki a tűzoltók a roncsok közül. A kamion vezetőjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Nem minden esetben a tűzoltók feladata a viharkárok felszámolása. Az elmúlt időszak térségünkben is bőven adott munkát a katasztrófavédelem munkatársainak, de ők elsősorban az élet és balesetveszély elhárításán, a forgalmi akadályok megszüntetésén dolgoznak. Tehát abban az esetben természetesen, hogyha ott életveszély van, tehát hogyha ez a házra dőlt fa a lakhatását az adott családnak hátráltatja, akkor természetesen kollégáimnak a feladata ezt eltávolítani. Azonban még egyszer mondanám, tehát ez a fa az udvarra dőlt, és nem veszélyezteti a házban élőket, a környezetet, a közutat, abban az esetben pedig a tulajdonos feladata természetesen a saját udvarába, a saját ingatlanáról tulajdonképpen eltávolítsa azt a fát. Idén eddig 15-en fulladtak meg a Balatonban. A tragédiák szinte mindegyike megelőzhető lenne minimális odafigyeléssel. Bár a nyár végéhez közeledünk, a vízimentők magyarországi szakszolgálata kampányt indított a megelőzés érdekében. Azt szeretném kérdezni, hogy tudnak-e úszni? Tudnak meg. Jó, akkor azért addig menjenek, ahol a gyerekeknek biztonságosan leér a lába, ott csúszdázzanak. Legyen szíves akkor elolvasni és aláírni. Rezi Lászlóné minden vízibiciklit kölcsönző személy esetében meggyőződik arról, hogy szabályosan veszik-e igénybe az eszközt. 27 éve dolgozik ebben a szakmában. Életkortól, úszástudástól, mentális állapottól függ a bérlési lehetőség. Mentőmellény külön kérésre igényelhető. Az, hogy történnek balesetek,
ez gondolom ez is most azzal kapcsolatos, ez a riport, bizony vannak, hát felelőtlen emberek mindenhol vannak, mondjam azt, hogy aki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Biciklizni az attól még függetlenül tud, mert ne szálljon le a vízibicikliről, és a vízibicikli még a legnagyobb viharba se tud felborulni, és nagyon biztonságos eszköz. Csak tudni kell használni. Rezi Lászlóné azt is elmondta, hogy szerinte a balesetek miatt pellengére állított vízibicikli életmentő is lehet. Sok esetben a veszélybe kerülőket nem is a mentős csónakja hozza ki a partra, hanem egy ilyen jármű. Neki ebből 20 van a Keszthelyi városi strandon. Itt ritkán fordul elő, hogy mentésre kerül sor. Három személy ad folyamatos szolgálatot reggel 8.30-tól 19 óráig. Az emberek többsége szerencsére tisztában van a szabályokkal, mondja Nyers Péter vízimentő. Van egy kis réteg, akik nagyon merészkednek, és ezeket a szabályokat figyelmen kívül hagyják, és hát ezekből történnek a problémák leginkább. De én eddig nem nagyon tapasztaltam ilyeneket, akik viszont megszégik ezeket a szabályokat, azokra mindenképpen rá kell szólni és figyelmeztetni, hogy ez nem jó, amit csinálnak. Ezek a szonárral készült képek már bejárták az internetet. Egy vízbefúlt ember elmosódott alakja látható rajtuk. A vízimentők magyarországi szakszolgálata hangos sajtókampányt indított a megelőzés érdekében. A legfontosabb az alapvető fürdési tanácsok betartása lenne. Ezek megtalálhatók a honlapjukon és a Facebookos oldalukon is. A legkézenfekvőbb dolog az, hogy akinek nincs megfelelő vízbiztonsága, ne gondolja azt, hogy ő mégis tud valamilyen szinten úszni, mondja ki nyugodtan, nem tudok úszni, akkor viszont ennek megfelelően készüljön. Megfelelő védőfelszereléseket, vagy eleve a kijelölt fürdőhelyeken belül is a sekélyvizet választa. Tehát ezek a legjelenlébbik változata, és azt gondolom, hogy az összes többi pedig, aki veszik kis fáradtságot, és felkészül, hogy ő hová megy, akkor olvasson utána, hogyha nem tudja, vagy esetleg nem kapta meg eddig ezeket az információkat. Az idén nyáron eddig 15-en fulladtak meg a Balatonban. Hogy ez a szám ne emelkedjen tovább, figyeljünk a mélységet jelző bójákra, legyünk tisztában saját korlátainkkal, és gondoskodjunk másokról is. Az aszály lett az első számú károsító, állítják a szakemberek. A szántóföldi kultúrák mindegyike, sőt a gyümölcsfák is jelezték a veszélyes mértékű vízhiányt az elmúlt időszakban. Sok esetben nem csak a talaj csekély vízkészlete okozott gondot, hanem az is, hogy a növények nem tudtak olyan mennyiségű folyadékot felvenni, elpárologtatni, hogy az a saját szervezetük hőháztartását egyensúlyban tartsa. Egyedül talán a szőlő mutatott kevésbé ilyen tüneteket, bár a napégés okozta foltok ennél a növénynél is rontják a minőséget. Az aszály utáni, néhány napig tartó bőséges csapadék pedig szintén megpróbáltatások elé állította a termesztőket. A hirtelen vízellátás a legkülönfélébb gyümölcsök, az őszi baracka, szőlőbogyók, a paradicsom megrepedéséhez vezettek. A hangyák és a darazsak is dézsmálják a termést, a folyamatok eredménye termésveszteség, de akár rothadás is lehet. Nehezebb napok várnak az allergiásokra, várhatóan erősödik a parlagfű pollen koncentrációja. A hétvégi lehűlés, valamint a csapadékos idő átmenetileg országszerte visszavetette a parlagfű virágporának koncentrációját, a hét első felében azonban fokozatosan ismét erősödik a pollen terhelés. Tegnap még csak a Dunántúl déli részén, mától azonban már az Alföldön és a Dunántúlon is egyre nagyobb területen lehet jelen nagyon magas koncentrációban a parlagfű pollenje. Mától a Dél-Dunántúl mellett az Alföldön is, szerdától pedig már az északi területek kivételével mindenhol a kettes fokú riasztás lép életbe. Ahol a parlagfű pollen koncentrációja eléri a nagyon magas szintet, ott már minden allergiás erős vagy igen erős tünetekre számíthat. Most nézzük fontosabb híreinket. Ma van Nagy Boldogasszony ünnepe. Augusztus 15-e Szűz Mária mennybevételének napja, Szent István ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot a szűzanyának. 498 megmentett élet, eredményes volt a véradó hét Kanizsán. Baleset, csak órák alatt tudták kiszabadítani a kamionba szorult sofőrt az M7-esen. A Kanizsa TV keddi híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok, viszontlátásra!